Lejátszotta első felkészülési mérkőzését az Egerese. A felsővárosi sporttelepen az MTK Budapest második csapatával találkoztak az egriek, akik között több próbázó is lehetőséget kapott. Az első helyzet az egriek előtt adódott a 7. percben, Petrecskó kapott jó kiugratást, de a kapus megelőzte. A túloldalon Törőcsik lövését kellett védenie Szalainak a 20. minutumban. A további percek komoly helyzet nélkül teltek el, míg nem Vasvári szép cselek után ki nem lőtte a hosszú felső sarkot a 43. percben. A második félidőben mindkét csapat sokat cserélt. A második percben Dóra hosszú labdájára bizonytalanul jött ki Szent Ivány, Bene pedig értékesítette a helyzetet. A folytatásban az Egernek voltak inkább helyzetei, Kovács szabadrugását végte Velicskó, Kispál reklamált büntetőt a 65. percben, de volt egy hazai fejes is. A 82. percben hadnagyra nem léptek ki a védők, és távoli lövésével szépített, beállítva az 1-2-es végeredményt. 2-1-es vereséget szenvedtünk, de voltak lehetőségeink, 11-es nagyon szituációk, nem előtt labdák, de hát ilyenkor az elején még két labdás és két konditermi, illetve futóedzés után ennyit várhatunk el a csapattól. Bízom benne, hogy a következő mérkőzéseken ezekben még előrébb tudunk majd lépni. Céló Bálint elégedett volt a pályára lépő fiatal játékosokkal és több próbázóval is. Bízik benne, hogy e hét végére már beszámolhatnak érkezőkről. Az NB3-as együttesen már 11-én 17 óra 30 perckor a Hidas Németit, január 14-én 11 órakor pedig a Csákvárt fogadja felkészülési mérkőzésen.